Ilyen vicces előadás kezdésű még eddig nem volt. A bevezetőt hagyd csak a lényegre térjél. Jó, oké. A zen, a meditáció. Tehát, amikor javarészt a mai rohanó világunkban az ember a meditációval találkozik, akkor mindig van benne egy olyan vágy, hogy akkor ezáltal valamivel többet kapni, tehát valamivel fejlődni, valamivel előrébb jutni, kicsit pozitívabban gondolkodni, kicsit jobb kapcsolatokkal rendelkezni. Tehát mindannyian szeretnénk valamit, mindannyian elvárunk valamit attól, ami kicsit emel rajtunk, emel az értékünkön, erősíti az öntudatunkat, és ez valóban így van, mint mellékhatás. Igazából a meditáció arról szól, hogy megpróbálunk elvágni mindenféle olyan dolgot, mindenféle olyan gondolatot, mindenféle olyan érzést, ami nem a miénk, vagy ami nem mi vagyunk. Tehát nem arról szól, hogy hogy vagyunk egyre többek és többek, hanem hogy vagyunk egyre kevesebbek és kevesebbek. Tehát fordított irányból közelíti meg azt, amit úgy általában az ember előre elképzelne. Gyakorlatilag ez nem egy bonyolult dolog, valószínűleg egy-két szóval majd erről fogunk beszélni. Az ember szépen leül, mozdulatlanul 30-40, esetleg kitartóbbak 50 percig, mocorkás nélkül megpróbálnak szép nyugodtan ülni, és nem létrehozni semmit. Nem figyelmet nem szentelni semmi olyannak, ami jön és megy, ami keletkezik, elmúlik, ami növekszik, csökken, aminek színe van, szaga van, ami érzethez kapcsolódik, ami gondolkodás, egyéb tudati folyamat, bármiféle olyan dolog, ami egyáltalán az előző pillanatban nem volt jelen, most jelen van, vagy amiről tudjuk, hogy a következő pillanatban el fog múlni. Tehát keressük azt a fix dolgot, azt a nem változót, amiről azt gondoljuk, hogy azok vagyunk mi, és mivel ez egy keresés, és nem igazán tudjuk, hogy ez hol van, különben nem nagyon lennénk itt, ezért keresünk. Miután az ember leül, és szembesül saját gondolkodásával, és saját énjével, az első érzés az, hogy egy tükör van ott előtted, és csak magadat látod, senki mást. Hosszú ideig, tehát nyilván a hölgyek, akik ismerik a reggeli érzést, amikor a tükör előtt állunk, és fésülködünk, rájönnek, és egy idő után elkövetkezhet az az érzés, hogy elkezdjük meglátni az új ráncokat. Nem azt látjuk már, hogy mennyire szépek vagyunk, hanem a változást látjuk, az érettség jeleit feltűni magunkon. És körülbelül a meditáció is hogyan ilyen, hogyha leülsz, ott van a tükör, legelőször valami teljesen új és friss, wow, ilyet még nem láttam. Aztán ahogy nézed, ahogy figyeled, egyre több olyan elszállnak lassan az illúziók, és kezded meglátni azt, ami úgy valójában ott van, és ez lehet némiképp vigasztaló, lehet nagyon rémisztő, nagyon sok minden dolog megjelenhet ekkor. Egészségünkre! Megköszönöm Dókeszönyöm értékes bevezetőjét. Tehát az étvágy gerjesztő az volt, hogy tanuljunk egy picit magunkról, tanuljunk egy picit a változásról. Arról, hogy van bennünk valami, ami látja ezt az előadást, hallgatja ezt a tanítást. És ez a valami túl van életen és halálon. Egyáltalán miért fontos ez a mai rohanó világban? Miért kellene ezzel foglalkoznunk? Nem elég az, hogy ki kell fizetni a számlát? Nem elég az, hogy ott a gyerek, akit iskolába kéne járatni, és meggyőzni, hogy maradjon itthon utána? Nem elég, hogy van egy csomó rendezetlen dolgunk egymás közt, és hogy azzal kéne inkább foglalkozni? Tehát kívül. Miért kéne magunkkal még belül ilyen nagy takarításokat rendezni? És azért, hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, mert valamikor ezt a testet, amiben itt most ülünk, aminek a szemével figyelünk, a fülével hallunk és az agyával gondolkodunk, ezt el fogjuk mi veszíteni. Mindenki. És nem árt ilyen távlatokban is gondolkodni, és nem azt értem ezzel, hogy kiteszem a koponyát ide, és ilyen szobadíszként nap mint nap ránézek, mert azt is meg lehet szokni. Nem a koponya kell, hanem az a tudat kell, amelyik meglátja önnön életét, felnövekvését, pályáját, és utána pedig távozását.
És ha ez valamit megmozdít belől, ha ez egyfajta keresést indít, akkor van út, amin meg lehet találni azt a választ, hogy több vagyunk-e a testnél? Van-e valami, ami túl van a sok-sok változón? A változó gondolatokon, a változó érzelmeken, a változó testalkaton, testi állapotokon. Van-e valami, ami ezen túl van? Tehát a zen kérdéseket tesz fel. És az első, legnagyobb kérdés, hogy mik vagyunk mi, emberek? Tényleg csak isa, pur és homu? Vagy esetleg valami több, vagy más? Úgyhogy megígérem, hogy a kérdésekre nem mindig kérdésekkel fogok válaszolni, de hogyha most a hallgatóságból szeretne valaki kérdezni a zenre vonatkozóan, a zen útjára, meditációjára vonatkozóan, akkor ezt most nagyon szívesen meghallgatom. Melegítsünk még egy kicsit tovább? Igen. Jó. Menjünk vissza a zen történetében nagyon messzire a múltba, kezdjük esetleg Sákyamuni Buddhával 2556 évvel ezelőtt? Ugye milyen messze van az? Esetleg ugorjunk tőle felénk 1000 évet, nagyjából a nyugat-római birodalom bukása után 100 évvel a 6. század közepén volt egy úriember, Bodhidharmának hívták, ő vitte a buddhizmust Indiából, Kínába, foglalkozzunk vele? Nem ismerjük, hát hogyan, igen, látok bólogatást, rendben van, foglalkozhatunk vele 4 mondat erejéig. Miért fűződik Bodhidharmához olyan komoly tisztelet? Egyszerűen azért, mert produkált egy újabb szellemi ősrobbanást. Amikor egy tanító megjelenik, nézd meg, akár nyugaton, akár keleten, az életműve ahhoz hasonlít, mint amikor egy hatalmas szupernova vagy egy szellemi ősrobbanás veszi kezdetét. És az első generációban hihetetlen dolgok történnek. Olyan dolgok, hogy évszázadokig, esetleg évezredekig emlékszünk rá. Aztán ez a szellemi galaxis elkezd hűlni, a növekedés elkezd lassulni, és ha rászámolsz 100-200 vagy 1-2000 évet, akkor az eredeti tanításnak már csak úgy a pár kelvines háttérsugárzása marad meg, és az az eredeti energia, az a szellemiség, az a tűz, az a hév, az a megvilágosodás, az a megváltottság, az már valahol intézményesült területi és politikai viták tárgya lett, ruhákat gyártottak belőle, szervezetek lettek, és a többi. És akikre igazán emlékszünk, azok az emberek voltak, akik ezt a szellemi ősrobbanást újra tudták produkálni, újra tudták gyújtani a szellem eredeti fényét. És a Buddha beszél korábbi buddhákról és megvilágosodottakról, Dipankara Buddha, Kásyapa Buddha, most hagyd ne, mert szanszkritul még annyira se tudok, mint ti, tehát biztos, hogy nem. A lényeg az, hogy beszél tanítókról előtt, ez nagyon fontos, és beszél az utána eljövendő buddháról, akit Maitreyának, a szeretett buddhájának hívnak. De Bodhidharma 1000 évvel Buddha után, ő látta, hogy itt már nagyon kialakult a galaxis, sőt a galaxis halmaz, és nagyon-nagyon kényelmes, de nem erőfeszítés nélküli életvitelt folytatnak szerzetesek, szerzetesnők és világiak egyaránt, szellemileg kényelmeset. Anyagilag sose volt kényelmes, nem is lesz. De szellemileg kényelmesen minden meg van mondva, minden le van osztva, megvan a 4 nemes igazság, megvan a létezés 12 rétű láncolata, megvan a nemes 8 rétű ösvény, látom a kacskaringókat a szemekben, nem kell most ezt megértenünk. Majd később, majd utána olvasunk, vagy valami kérdésre válaszul, kifejtem. Mi kellett tehát? Fel kellett rázni az egészet, hogy ébredjünk már önmagunkra, hogyan, és most jön a 4 mondat, az egyik, hogy ne támaszkodj az írásokra. Mert hogyha csak az írásokra támaszkodsz, nem tudod azt a nem fogalmi bölcsességet, a szavakon túli tanítást elsajátítani, amely bennünk van, a lelkünkben van. Ott ég, ott lángol. Csak letakarjuk egy csomó mindennel, letakarjuk a téves nézeteinkkel, letakarjuk a vágyainkkal, a haragunkkal, olyasféle dolgokkal, amelyről azt hisszük, hogy mi vagyunk. És valójában ez nincs így.
Tehát ne támaszkodj az írásokra, főleg ha már olvastál egy rakáskönyvet és észrevetted, hogy nem az segít, feltölti a tudatot, ad egy bizonyos térképet, bizonyos rálátást, de ez nem te vagy. Tehát ne támaszkodj az írásokra, hogyha meg akarod találni igazi önmagad. Hát akkor mit kell tenni, ha már ez így elindult? Hát közvetlenül irányuljunk az ember tudatára. Ne csak szimbólumokban, rendszerekben, vagy esetleg rendekben gondolkodjunk. Magyarul az általam kitűzött cél, és köztem, eredetileg nincs közvetítő, és nincs szükség közvetítőre. Én magam, mi magunk képesek vagyunk ennek az útnak a járására. A tanításra szükség van, a tanítóra szükség van, a tanítványi közösségre szükség van, de a tanító nem közbenjáró, nem közvetítő, nem megkerülhetetlen, és végképp nincs monopol helyzetben, mert ami a legfontosabb, azt nem tudja neked megadni. Ezt a Buddha úgy hívta, hogy Buddha természet, vagy a megvilágosodás természete, amely bennünk van, mint azt az előbb mondtam. Csak le kell kicsit takarítani. Aladdin és a csodalámpa, emlékszünk, amikor megdörgöli? Ez egy gyönyörű szufi mese. Csak hát úgy használjuk, hogy ugye aludj jó kisfiam, aludj jó kislányom, és hát ez nem erről szó, kérem szépen. Úgyhogy közvetlenül irányulunk az ember tudatára, rákérdezünk, ki vagyok. És a harmadik nagyon fontos alapelv, hogy megvilágosodás az ember önvalójának tapasztalata által. Tehát megtapasztalom ezt, ahonnan ez a kérdés jön. Megtapasztalom ezt, amire a kérdés irányul. És ez ugyanaz. Csak ezt a kört be kell fejezni, hogy valahol a kicsi énemtől, amit ugye az egoitásommal kezdek, a kicsi énemtől eljussak valami egészen határtalanig és nagyig, amit az önvalónknak, igazi énünknek hívunk. Tehát amikor megvilágosodunk önvalónk megtapasztalása által, akkor minden köztes termék kiiktatódik, ahogy a második elvnél minden közvetítő kiiktatódik. A köztes termék az egy csomó olyan dolog, amiben nagyon-nagyon szeretnénk hinni. Szeretnénk hinni, hogy többek leszünk, ha mondjuk vízen járunk, többek leszünk, hogyha el tudunk tűnni egy füstoszlopban, és utána megint materializálódunk, többek leszünk, hogyha élünk 200 évig, és nem 80-ig vagy 70-ig. Tehát ezek a dolgok azok, amelyek az emberi vágyat, vagy az öröklét felé és a tökéletesség felé reprezentálják. De ezek mind-mind köztes termékek, nem szükségszerűek, és elhagyandók, ha már egyszer megvannak. Tehát a harmadik elv kimondja, hogy megvilágosodás igazi önvalónk megtapasztalása által. Annak a tapasztalásával, ami túl van életen és halálon, nincs benne eredetileg jó és rossz, nem születik és nem hal meg, nincs alávetve az érzékszervi élet kényszerének, és a többi, és a többi. Mindez nem fogható szóba és nem önthető formába, de minden formának ez a lényege, és minden gondolat innen származik és ide tér vissza. És a negyedik, amire már várhattok, az az, hogy tudattól tudatig, rítustól és formától független átadás. Ez az átadás, ez gyakorlatilag egymásra ismerés. A tanító és a tanítvány teljes tapasztalással meglátja egymásban a felébredettet. Enélkül nem megy. Tehát összefoglalva a négy, nem támaszkodás az írásokra, közvetlenül az ember tudatára való irányulás, megvilágosodás önvalónk megtapasztalása által, és a tanításokon, a rítusokon túlmenő átadás. Tehát ezt Bodhidharma szépen letette az asztalra, hogy ugyannyira, hogy a kor uralkodója, a Wu uralkodó semmit nem értett belőle. Úgyhogy volt egy párbeszéd az uralkodó és Bodhidharma között, amely nagyjából leegyszerűsítve így szólt, megkérdezte az uralkodó Bodhidharmát. Számtalan kolostort emeltem, számtalan szerzetest támogattam. Mennyi erényt szereztem ezáltal? És erre Bodhidharma azt mondja, semennyit. Ez ellentmond az összes tanításnak és a józanésznek is. Valakit segítesz, az valamilyen erénnyel vagy jótéteménnyel jár. De Bodhidharma azt mondta, semennyit. És erre az uralkodó joggal kérdezte vissza, de ha ez így van, akkor mi a jelentése a szentiratoknak és szútráknak? Azt mondja Bodhidharma,
Semmi szentség, csak végtelen tér. És erre megdöbbent az uralkodó, és visszakérdezett, és akkor ki áll előttem? Erre Bodhidharma azt mondja, fogalmam sincs. Tehát ezzel a mozdulattal, amit hallottál, elméletben és így dramatizálva a példában, Bodhidharma új fejezetet nyitott a buddhizmus történetében, és innen datálható a zen, és a zen maga az a meditáció japán kiejtése. Kínaiul chan, koreaiul son, szanszkritul gyána, és a gyánából lett a channa, a channából lecsapták a végét, kínaiak úgy szokták, lecsapják a végét, és akkor maradt egy szótag, az lett a chan, és akkor az szépen ment a különböző ázsiai kiejtésekbe bele, úgyhogy innen van ez. Ez a Buddha idejéből ismert meditációs technika, gyakorlatilag semmiféle köztes állapotot nem céloz meg, hanem közvetlenül saját önvalónkra, életen és halálon túli igazi önmagunkra irányul. Úgyhogy ez az első Bodhidharmával való foglalkozás. Na, elértük az üzemi hőmérsékletet? Van-e kérdés a hallgatóságból bárkinek? Mondd. Ha minden bennem van, ha nincs szükségem se Istenre, se Szentírásra, mert kell beszélni róla? Azért, mert kíváncsiak vagyunk. Mert a szokásaink nem arra visznek. A gondolkodásunk nagyon sokszor teljesen más fele megy, és hogyha kérdésünk van, hogy miért vertem a fejemet a falba, miért alakultak ki nagyon rossz szokásaim, miért szenvedek, akkor felébred bennem a kíváncsiság az ok és okozat törvénye iránt. És azért kell beszélni róla, hogy a kérdésekre választ adjunk. Tökéletlen, így van. Tökéletlen, befejezetlen, függ egy csomó mindentől, a fogalmi nyelv, a kérdés is és a válasz is. De enélkül nem tudjuk megtenni az első lépést. Tehát szóból ért az ember, az így van. Tehát azért van szükség a szóra. És az első lépés, tapasztalatom szerint, a legnehezebb és a legfélelmetesebb. És a keleti hitvilágban az még nagyon nehéz egy nyugati embernek, aki nyilván valamilyen keresztény vallásban nőtt föl, a sok kiéthetetlen név, a sok követhetetlen szabályok, ritusok, a föl nem jegyezhető, hogy mondjam, mit akarom mondani? Értjük, nem jegyezhető meg, tehát nem is tudjuk, hogy micsoda. Mond tovább, igen. Igen, a mantrákat. Azok, igen. Hogy lehet betörni? Gyakorlattal. Az ember törekszik, és látja az elején, hogy használ. Tehát amikor én elkezdtem 23 éve ezzel foglalkozni, akkor már az első meditációs alkalommal, amikor egy este énekeltünk fél órát, 4 darab rövid éneket, aztán ültünk 2x30 percet úgy, hogy közte 10 percet sétáltunk. Nem kellett, hogy semmit se tudni, csak tapasztalásra nyílt lehetőség. Akkor ezek szerint minden áron kell közösség, egyedül nem megy? Megy, csak sokkal kockázatosabb, sokkal nagyobbat lehet bukni. Tehát a tanító, tanítás és tanítványi közösség 3 lába, mint ez az állvány, ez akkor nagyon stabil. Tehát érdemes. De nem mindig volt ez így. Nagyon nagy tanítás, hát a Buddha idejében tanításokat kapott, néha úgy pár aszkétával együtt meditált az erdőben, de valójában önmagára volt utalva. Tehát ha mi elkezdünk ilyesmivel foglalkozni, akkor szerintem a segítséget ne utasítsuk vissza. Főleg akkor, hogyha nem veszi el az önállóságunkat. Tehát a segítség akkor segítség, hogyha az önállóságunkat növeli. És a szellemi önállóság megszerzése és mások számára kinyitása, ez a zen. Tehát nem rögtön kell mindent tudni. Nem kell megjegyezni a mantrákat az első héten. Nem kell megtanulni koreai neveket így garmadára, én se ezt tettem. Most tanulom, most. Megyek ki nem sokára. Koreában nyelvtanfolyam van. Miért ilyen későn? Nincs késő. Nincs késő. Mindent a maga idejében.
Tehát amikor a zennel foglalkozik az ember, valamilyen problémát meg akar oldani, oldja meg. Valamilyen kérdésre választ akar kapni, válaszolja meg. És utána, amikor már valami itt van a köldöke alatt tapasztalatból, ha már megbizonyosodott róla, hogy érdemes ezzel foglalkozni, akkor tanuljon. Egyébként minek? Csak az idejét vesztegetni, mert lehet, hogy nem koreaiul kéne tanulni, hanem mondjuk tibetiül. Vagy kínaiul, vagy mandzsu nyelven, vagy valami szanszkrit származék nyelven, mint páli például. Tehát ne az eszközökkel kezdjük, hanem a céllal kezdjük. És a cél nem szentesíti az eszközöket, nem, ilyen nincs. Hanem a cél önmaga szolgáltatja azokat az eszközöket, amelyeket használni kell ahhoz, hogy elérd. Hogy szintén az aszkétase. Az egy másik felvétel, hogy abba ne haragadjon, hogy kicsit nyersen fogalmazom magamat néha, abba a lelki közegbe lépünk, a lemondás. Igen. Ami maga is mondta, a logikus véglete, az most már az aszkétaság. Nem. Nem. És hogyha az aszkétaságról mondok le, akkor mi marad? Ugye? Már az aszkétaság se maradt, te jóisten, már az aszkétaság se. Akkor mi marad nekem? Tehát ez javaslom mindenkinek megtekinteni a Brian Élete című filmet, mert ott a lemondásnak nagyon-nagyon sok aspektusával lehet találkozni. És akiben ilyen szentséges idea marad, nagyon gyorsan az a film teljesen elveszi, és a józan paraszti eszünket visszaadja, és ez nagyon jó. Tehát a józan észben mindig bízhatsz, feltéve, hogy elég tiszta a tudatod. Ha nem, akkor a józan észt is elködösíti egy csomó minden. Tehát rávilágítanék én egy picit az aszkézis eredetére, ha itt etimológia tanárok vagy görög szakosok vannak, akkor javíthatnak engem. Az aiszkészisz nevezetű szóból származik, ami azt jelentette a mai szóval, hogy rendszeresen végzett szellemi gyakorlat. És ebből lett a praxis, tehát gyakorlat, praxis, ami ennek a menete, tehát ennek a technikája. Tehát az aszkézis ilyen szempontból egy nagyon komoly belső tartás volt, a tudatnak irányban tartása, tehát nem engedem elmászkálni, szétgondolkodni magam, erre elmenni, arra elmenni. És ennek volt egy praktikus, külső megfelelője az, hogy mit tudom én, naponta 2x30 perc meditációval sanyargatom magamat. És akkor ebből belátás születik. Tehát ha ezt így nézzük, a maga szellemi eredeti mi voltában, és tessék Hanvas Bélát olvasni, mert abban mind benne van. Tehát Hanvas Béla nélkül nem ülnék itt. És ő se ülne itt. Tehát nagyon fontos az, hogy értsük meg a saját nemzetünk szellemi őseit. És ez a szellemi ősiség, az Magyarországon Hanvas Béla nélkül nem képzelhető. Még volt egy rakás olyan ember, akinek ezt köszönhetjük, művészi, költői, zenei és egyéb oldalon, de az a lánglélek, aki összeszedte ezt úgy, hogy azt jelenti a Szakrától kezdve az ősök csarnokáig, az eszékig, még a naplóban is rengeteg minden van. Késői eszéket tessék olvasni, mert minden az a jó érett bor, amit Hanvas annyi ideig, annyi szenvedéssel érlelt az életében, az ott van. Tehát nagyon nagy híd és hatalmas, nélkülözhetetlen átmenet az ő műve, a jelenlegi helyzetünk és egy meghonosított, élőben végzett szellemi gyakorlat között. Ilyen szempontból őt megkerülhetetlennek tartom. Tehát azért, hogy ne úgy értelmezzük az aszkézis, hogy ilyen fizikai sanyargatás, nem. Hát olyan vagyok. A természetből olyan vagyok, mert kell harcolnom ellen. Ha harcolsz, akkor miért harcolsz? Tehát mivel? Külső fegyverrel, vagy belső fegyverrel? Nagyon fontos. De a hasonlat nem rád vonatkozott. A hasonlat arra vonatkozik, aki összetéveszti a fizikai test sanyargatását az aiszkészisszel, a szellemi gyakorlattal. Jó? Pillanat. És amikor ebből a szellemi tartásból lesz a praxis, a kívül megnyilvánult forma, azt se szabad valami GPS-sel összetéveszteni, hogy mint a gép.
Nem mintagép. Pontosan megjelenek a meditációs teremben, teljes pontossága végzem a gyakorlatot 0-tól 30-ig, de nem mintagép. Erre nagyon jó példa az, hogy 1995-ben, amikor én Koreában a novícius tréningemnek a végén voltam, ilyen összegyűjtötték a 125 novíciust abban a fél évben, és egy Heinsa nevezetű templomban minket tényleg ilyen, tehát reggel 3-tól este 9-ig, ami belefér, tehát ilyen leborulás, éneklés, ülés, előadás, minden, ami belefért az akkori zen tréningbe, hogy hulljon a férgese, hullott is, 20% ki, és azért ott, hogyha egy kicsit az ázsiai kultúrát ismerjük, ott azért volt keménység, tehát ott nem volt mellé duma se jobbra, se balra. De amire fel akarom hívni a figyelmet, hogy mennyire nem gépiesen csinálták, és mennyire nem egy ilyen katonai szigor érvényesült, az abból mutatható ki, hogy megjelent egy 6 éves kisgyerek a templom publikus részéből, itt a nátkerítéseken keresztül ott valahogy átjutott, átbandukolt a mi képzési területünkre, és az egyik ilyen szerzetes tanító, aki velünk tényleg mint az acél, így fogta, így a legnagyobb mosolyával így, szerbusz kisfiam, anyád hol van? Ezt így koreai, és akkor így letérdelt el, hogy a feje egy magasságban legyen, és így megfogta a két karját, és így beszélt vele, nyugi, semmi gond, megtaláljuk a szüleidet, és a gyerek így ilyen hatalmas, ilyen napsugásszerű érzéssel távozott, hogy jaj, hát ez a szerzetes bácsi, milyen kedves hozzám. Visszafordul, apuka, anyuka megjelent, kicsit lassabban jöttek, mert tiszteletüket adták a Buddha előtt, gyerek visszamegy, szerzetes úr visszafordul felénk, így kész. Tehát, és ez se volt színészet. Velünk ilyen viszony, a gyerekkel olyan viszony. Teljesen természetesen. Mi voltunk akkor az abrik tolni való, tehát, és akkor mi megkaptuk. Úgyhogy azért mondom, hogy ez a gyakorlat, ez tényleg a szívedbe és a lelkedbe hatol, és ott hoz valami olyasmit elő, ami nagyon-nagyon komoly karmikus réteg alatt van, szokás réteg alatt van, nézetek, berögződöttségek, kényszerek, traumák rétege alatt van, és ide le kell tudni ásni, ide le kell tudni jutni, és mindegy hogyan, import termék, vagy valami hazai, mindegy, csak juss el valamire, ami által több leszel, azaz kevesebb. Tehát több leszel, mint realizált lény, és kevesebb, mint amit eddig hittél magadról. Kevesebb, mint az egoitását ugye fentán lobogtató valaki, akik miatt a táblát ki kellett tenni ide a bejárathoz. Ki emlékszik arra, hogy mi van itt a bejáratnak úgy nagyjából a jobb oldalán, amikor bejövünk. Van egy gyönyörű tábla, és mit mond az? Tehát az, aki az ember, most nem akarok politikai fogalmakat használni, de aki az embertársaival békésen együtt tud élni, az nem a hódításra és birtoklásra alapozza az életét. Nézzük meg! Ez az aszkézis. Tulajdonképpen azt hiszem én, hogy sokan azért jöttünk, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit tud segíteni a mai embernek a meditáció. Mert hogyha jól értem, akkor meditáció közben ne gondoljon semmire az ember, a külvilágot ezt szakítsa el magától, és azzal, hogy nem gondol semmire, ez miben tud segíteni? Ezt egy kicsit árnyalnám. Én már egy ideje foglalkozom ezzel, és olyan még nem volt, hogy úgy bekapcsolom a kis nem gondolkodó gépet, és akkor nem gondolok semmire. Mi nem ezt próbáljuk. Tehát amit hallhattunk a bevezetőben is, hogy leválasztódunk a gondolatokról, és nem azonosulunk vele. Tehát nem hagyjuk, hogy ugye mi legyünk a saját kutyánk szájában a rongy. Ha nem jó. Ismétlem, a saját kutyánk szájában mi vagyunk a rongy. Mi teremtjük a gondolatainkat, ragaszkodunk a gondolatokhoz, és szépen azok ráznak minket jobbra-balra. Na hát nem lenne jó megtanítani a dögöt, hogy köpje ki azt a rongyot? Tehát magyarul nem kéne magunkat megtanítani arra, hogy ne ragaszkodjunk a saját magunk által teremtett dolgokhoz? Mert így felelősséget se tudunk értük vállalni. Ilyen vagyok? Ilyen vagy? Hát ez nagyon szomorú. Tehát a gondolatainkat úgy tudjuk igazából meglátni, hogy nem azonosulunk velük.
mint hogy a festőnek is hátra kell lépni a vászontól ahhoz, hogy lássa, hogy mit festett. Ehelyett mit csinálunk? A saját orrunkat túrjuk a saját festővásznunkat, így, így bele, és nem látjuk, hogy mit csinálunk. Nem látjuk, hogy mit gondolunk. A tudatban nincs tér. A tudatban csak ezek a raktározni való képzetek vannak. Tehát igazából a tudat állandóan túladagolja önmagát. Túladagolja a saját gondolataival, érzelmeivel és a többivel, és ettől vagyunk olyan kábultak és fáradtak, és ezért nincs tetterünk, ezért nincs lelki erőnk. És amikor az ember erre rájön, hogy annyi kell, hogy leülök, figyelem a lélegzetem, és itt és most ebben a pillanatban úgy tartom a tudatomat, mint a tiszta tükör. Ha van gondolat, jön és megy. Ha nincs gondolat, semmi sem jön, vagy megy. Akár lehet is. Tehát ezzel megtapasztalom azt, hogy milyen az, amikor egy kicsikét megkönnyebbülök. És ennek a nagyon-nagyon távoli végpontja az, hogy az üresség tapasztalata maga, a teljesen tárgyatlan tudat, éntelen tudat, képzetek nélküli tudat tapasztalata, ugyanezt az érzelmekkel. Tehát nem a szerelmeinket veszítjük el a meditációval, csak azokat az iszonyatosan pusztító érzelmeket, amelyekkel szétromboljuk a kapcsolatainkat. Oké? Okay? Tehát, hogyha gondolatnélküliséget megéli az ember egy-egy ilyen meditációval, ez a cél? Mellékhatás, de nem az a cél, hogy tartósan ebben az állapotban maradjunk. Lefordítom megint arra, hogy ki foglalkozik ebben a teremben traktorokkal? Senki? Pedig itt vagyunk az Alföld közepén. Nekem volt Gyuri bátyám, aki Gyulán, ő volt a traktoros Békés megye, és kölyökként nagyon sokat tanultam tőle. Nem zent, de az is fontos volt. Az volt az egyik komoly fázisa, hogy később megértsem az üresség tanítását. Mit csinál Gyuri bátyám? Szerelte a traktort, de ilyen ekkora szerszámokkal. És azt mondta, hát fiam, ebből kettő be se férne a kezembe akkora. Tehát ekkora nagy kulcsok, zsírzópisztolyok, villás kulcs, francia kulcs, minden, amit akarunk. Ha nem tudta volna elengedni akár egyetlen szerszámát, a másikat már nem tudja kézbe venni. Tehát így gondoljuk el az ürességet, hogy az annak a lehetőség, hogy megfogjunk valami mást. A gondolattól mentes tudat lehetősége, hogy meglásson egy másik gondolatot, vagy létrehozzon egy új gondolatot. A művészek ezt nagyon tudják. Az ihletett állapot az látszólag a semmiből indul ki. Tehát sétál a természetben, tihany környékén, megszólal az echo, és kész a verses kötet. Lila, piros, bármi. Ugye? Van, akinél ez nehezebb. Duinói elégiák 10 év a toronyban. És akkor Rilke azt mondta, na most leírjuk. Ugye? Tehát főleg ezek a német származású művészek, Thomas Manntól kezdve Goethéig, ami elképesztő erőfeszítést tettek azért, hogy az ihletük meglegyen, és biztos, hogy nem könyvtárban gyúrtak valami komoly enciklopédikus olvasmányt. Esetleg egyetem alatt talán, vagy hogyha végeztek, mert nem mindenki végzett. Tehát, az ihlet is egy testen túli élmény. Lehet az is, de az biztos, hogy a gondolkodást megelőző állapotból jön. Az biztos, hiszen nem lenne akkor annyira eredeti a mű, ami származik belőle. Tehát az ürességet ne gondoljuk, hogy úristen, hát én akkor semmivé válok. Ahhoz nagyon sokat kéne dolgozni, hogy tényleg semmivé tudjunk válni, és az úgy nem megy, ahogy gondoljuk. Inkább akkor érzi szabadnak magát az ember. Ez így van. Nagyon érdekes. Ez így van. Ez viszont így van, egy nem várt és teljesen szokatlan, de nagyon közvetlen szabadságélmény fogja el, amikor ilyesfélét tapasztal. De aztán a következő nagy feladat, hogy ne álljunk meg itt a legszebb ugye, expozíciónál, a következő feladat, hogy ezzel aztán bánni kell. Tehát a szabadságot helyesen használni nagyobb feladat, mint megszerezni. Én azt látom még, hogy idős embereknél ez hihetetlen nagy segítség lehet, hogyha ha tudja azt, hogy ezzel az élete úgymond nem fog bezárulni. Tehát, hogy a testével együtt valami marad utána. Tehát a lélek szabadsága úgymond. Nem lehet, hogy ez is valahol
ez egy nagyon komoly cél. Igen. Ez viszont komoly cél, én ezzel nem... Könnyebben elfogadják a halált, nincs mesek. Ilyen könnyebben elfogadják azt, hogy a test és a tudat szétválik, mert mire ez a realizációhoz eljut az illető, akár időskorban, akár fiatalkorban, belátja, hogy amit eddig gondolt a halálról, az nincs úgy. De csak azért, mert sikerült megváltoztatni azt, amit az életről eddig gondolt. Tehát foglalkozzunk az élettel, ugye? Foglalkozzunk azzal, ami itt és most van, és minden megváltozik, mert az magunkból jött, nem valahonnan kívülről. És hogyha az élet miben létéről, magunk miben létéről megváltozik lényegileg a tapasztalat, akkor ebből a halál sem marad ki. És most gyorsan, szintén 4 tőmondatban elmondanám azt, ahogy a zen, illetve a buddhizmus tekinti az élet és halál körforgását, van 2 hosszú és 2 rövid szakasza. A 2 rövid szakasz az a megszületés, nagyjából 9 hónap ember esetében, és utána pedig a távozás, ez pedig nem tudjuk mennyi, de viszonylag rövid a testben lévő tudat és a testen kívül lévő tudat 2 hosszú időszakához képest. Tehát az életben levés az az, amikor sofőr belül az autóba bekapcsolja a biztonsági övet, indít, tehát megy, használja az autóját, használom a testemet, benne vagyok, látok a szememmel, hallok a fülemmel, gondolkodom az agyammal, érzek a szívemmel, összes funkció működik, ez az életben levés. Ezt hívjuk érzékszervekhez kötött létnek. Ha ezt nem ismerjük ki, hogy ez micsoda, és nem tudjuk az autót megfelelően vezetni, fának megyünk, balesetet csinálunk, kifogy az üzemanyag, felforra a hűtővíz, tessék behelyettesíteni ezt tudati problémákra, agresszió, például állandó karambol. Neki még egy fának váratlan akadályok léptek közel, mert nem láttam, hogy mi van előttem, mással foglalkoztam, és az úton ott volt ez a nagy tölgyfa pont középen. Vagy felforra a hűtővíz. Valaki úgy kap agyvérzést vagy szívinfarktust, hogy ihatott volna még egy kis vizet előtte, de az energiáját nem tudta kontrollálni, és puty kiverte a biztosítékot. Tehát, hogyha az érzékszervekhez kötött létszabályait nem értjük meg, és nem követjük, akkor teljesen rosszul fogjuk föl, hogy mi ez a test, és mi a lélek, ami benne van, mi az a tudat, ami ezt meghajtja. És hogyha nem korrigálunk, amíg életben vagyunk és tudatosak vagyunk, akkor a halál folyamatát egy iszonyatos szenvedésként éljük meg. 15. század vége, amikor ugye Olaszországban elkezdődött a Borgiáknak a kora, és az a pápa, aki épp előtte volt, ugye halálos ágyán gyónt, és mondták, hogy hát akkor Szent Atya utolsó kenet gyónás, és így szólt, meggyónom, hogy nagyon félek. Na, ez az a félelem, amit semmilyen külső rítus, semmilyen ruha, semmilyen könyv, semmiféle bot, egyenes vagy félig meddig görben nem fog elvenni, csak a saját tapasztalatod. Csak a saját tapasztalatunk, hogy mi az, ami bennünk vezeti ezt az autót, használja ezt a testet. És amikor eljön az idő, megtaláljuk a biztonsági övnek ezt a kis gombját, benyomjuk, már nem ragaszkodsz az ülésedhez. Ez a ragaszkodás elengedése. Felakasztod szépen az övet a helyére, megtalálod az ajtó nyitóját, kiszállsz és engeded, hogy az autó elmenjen a roncstelepre. És akkor választasz egy másik autót, ha még vezetned kell. Ha még akarsz vezetni, akkor lesz egy másik autó. Hogyha közben átszoktál repülőgépre, akkor az más típusú test. Vagy hogyha már csak a motorbiciklizés izgat fel, akkor motorbicikli. De tudatunk és életünk függvényében kapjuk a következőt. Ne tessenek elhinni, a világért se. Ez egy olyan tanítás, hogy lehet kérdezni és lehet kételkedni. Nem, hogy nem abszolút, hanem még egyáltalán nem a tied. Csak hallottál most valamit. És az út nyitva van, hogy tapasztalj. Hogy tapasztalj. És ezért volt nagyon jó a kérdés, ami a meditációra, életre és halálra vonatkozik. Mert mi a félelem? A félelem az, amikor nem vagyunk elemünkben. Ha egészen elemünkben lennénk, akkor nem félnénk.
a fél elem az nem egész elem. Most a szavakkal való játékon túl, mert esetleg magyar szakosok így kezdenek idegesek lenni, hogy micsoda naív etimológiával jön egy egyébként bölcsészkart végzett ember. Gyakorlatilag az a helyzet, hogyha a tudatban akadály van, ami megkerülhetetlennek tűnik, egy bármiféle akadály, akkor azt az akadályt erősebbnek gondolom magamnál. Nem akarok beszélni a bátyámmal, mert nem szeretem a bátyámat, és nem akarok szembenézni vele. Félelem lesz ebből. Félek a beszélgetéstől, félek a vele való rokoni kapcsolattól, és már is óckodom tőle. Tehát ennek nagyon sok fokozata van, de nézd meg, a félelem úgy keletkezik, hogy legyártok akadályt magamnak, és a legnagyobb akadály az abból van, amit nem ismerek. Amit nem tudok. Tehát meg kell tudni, meg kell ismerni, hogy mi vagyok, mi az, ami ezt a testet működteti, mi az az energia és információ, amit én léleknek vagy tudatnak nevezek. És ha így van, akkor nem kell a haláltól félni, nem kell félni attól, hogy kiszállsz az autóból, és az autó elmegy a roncstelepre, mert nem téveszted össze magad az autóval. De ha még ez így van, akkor az ember nagyon fél, mert érzi, jönnek a prések, jönnek a nagy fűrészek, a motorok, a különböző ilyen kis egy köbméterre összenyomó óriási erők. És hogyha az ember nem tud kiszállni, nem tud megszabadulni, mert még mindig azonosul ezzel a porhüvellyel, akkor bizony nagyon-nagyon fél. És ezt nem lehet letagadni. De ezek szerint ő nem volt vallásos? Vagy nem? Nem. Én nem voltam vallásos, most sem vagyok az. Én útonjárónak és szeretem mondani. Aki azt mondta, hogy nagyon félek. Ő 1492-ben mondta ezt, azóta már biztos rájött. Azóta már rengeteg évszázad eltelt, én remélem, hogy rájött, hogy itt pontosan miről van szó. És csak egy picit ugye a kérdésbe bele szántva, nekem orvos szüleim vannak részben, és apámat nyugodjon, ugye békében elvesztettem 13 éve, de a lényeg az, hogy engem diagnosztikusként neveltek. Állapítsuk meg, hogy mi a betegség, mi az oka, mi a kezelés, és mi a kezelés útja. Ez a négy nemes igazság az orvosi területen, a szenvedés ténye, a szenvedés oka, a szenvedés megszüntetése, és a szenvedés megszüntetésének az útja. Tehát engem diagnosztikusként neveltek, és nem korlátoztak így megismerés szempontjából semmiben. Semmiben, sőt, rengeteget segítettek ahhoz, hogy a világot is, és önmagamat is a koromhoz képest elég jól megismerjem, és tavaly elhúnyt anyai nagybátyámnak pedig nagyon megköszönöm, hogy a hetednapi adventista hitet úgy mutatta be, hogy nem akartak megtéríteni. Tehát én 8 évesen fejből tudtam József történetét és egyéb ószövetségi toposzokat. Új szövetségből is rengeteget tanultam, jártam velük, amikor itt szintén Békésben nyaralni jártam hozzájuk imaházba, és végigcsináltam az összes rítusukat. Elég, hogy mondjam, szivacsszerű volt akkor még az agytekervényem összes darabja, és mindent megjegyeztem első hallás után. És mégsem akarták azt, hogy olyan legyek, mint ők. De valójában 24 évesen a buddhizmus volt az, ami úgy együttéssel mindent vitt. És ezt az egyetlen egy mozdulatot próbálom azóta átadni, nagyrészt sikertelenül, és ez enyhén is van, ez inkább rólam szól, nem rólatok. Mi volt ez az együttés? Ez az együttés az, hogy ki vagy. Nem amit hiszel magadról. Nem amit akarsz. Nem amitől félsz. Itt és most ki az, aki most figyel rám, ami fölteszi a kérdést, és ami hallja a választ. Mi az? És ez nekem akkor 24 évesen mindent vitt, mert pontosan olyan válsághelyzetben voltam, hogy már semmit sem hittem el. Már semmi sem volt jó, már semmi sem volt megoldás. És akkor lehet valami jött kezdeni. Tehát ez múlhat a tanítón, de én kérdezhetek tőle gyönyörűt és bármikor alkalmasat és univerzálisnak tűnt mindent, ha te nem vagy fogadóképes rá, akkor érdeklődtél, meghallgattad, beraktad a zsebedbe, elmentél haza, és ennyi történt. De amikor megvan az a nyitottság, hogy valóban segítség kell, valóban szellemi útmutatás kell, akkor a tan nagyon sokat tud segíteni, és az akkor így egyenesen be.
Hát én azt hiszem, hogy a mai embernek borzasztó nagy szüksége van rá. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mi mindannyian a szocializmusban nevelkedtünk, vagy hát a gyerekeink, azok is a mi hitünket, vagy nem hitünket viszik tovább. Ezt úgy egyszerűen úgy kivölték a magyar emberekből, és hát most valami utat kell találni. Tehát az elmúlt 20 év tapasztalata alapján ez nagyon igaz, amit mondasz. Elvették. Igen, és mivel próbáljuk meg pótolni? Tehát olyan pótszerekkel próbáljuk meg pótolni, aminek az elégtelensége már többszörösen bebizonyosodott, és még mindig ugyanazokat a gombokat nyomjuk, amelyek által semmi, de semmi tartós, jó, megalapozott nem jön ki. Sem a társadalomból, sem a csoportból, sem az egyénből. Tehát végre egy picit merjünk nem 4 éves távlatokban gondolkodni, hanem leásni egy picit lelkünk alapjaiig, és erre a szilárd alapra építkezve újítsuk meg önmagunkat, mert ezáltal újítjuk meg a családunkat, a családunk ezáltal újít meg egy szomszédságot, egy városrészt, ezáltal újulhat meg lelkileg egy város, és ez bármely valláshoz, bármely vallásba belefér. Tehát ehhez egy hozzáállás, egyfajta lelki tartás kell, és nem egy külső rítustól függ ez az egész. És hogyha ez megvan, akkor talán a fejekben változik valami, mert amíg nem, addig választhatsz ilyen színűt, olyan színűt, ilyen ruhást, olyan ruhást, egyszerre lép, nem lép egyszerre, teljesen mindegy. Ugyanazt a tudatot kapod kis változtatásokkal. És ez a tudat, ahogy mondtad, nem csak hogy a szocializmusban volt szocializálva, hanem az elmúlt 20-23 évben így forgott körbe-körbe. Tehát körbe-körbe mentünk a saját hibáink körül. És akartunk ezt, és akartunk azt, de mind-mind futóhomok volt. Azért volt futóhomok, mert most ezt a válságot, amit most ez az ország átél, lelkileg, gazdaságilag, politikailag, történelmileg, minden szempontból sok minden jellemzi, de az nem, hogy úton lennénk valami felé. Tehát szükségmegoldásokat láttunk az elmúlt 23 évben, akármilyen színű volt a rendszer. Mert a tudat nem tudott jobb minőséget produkálni. Nem csak ő, senki sem. Ne emeljük ki csak a vezetőket, mi választottuk meg őket. És a mi tudatformánkat követik, mert ránk alapozzák a hatalmukat. Tehát ha én más paraméterek szerint választok, és másféle felvetésekkel élek, mint egyén, csoport, város, megye, országrész és ország, akkor mások lesznek a vezetők. De addig ne lepődjünk meg, mert kölcsönösen függünk egymástól. Nem lehet azt mondani, hogy ő a hibás, én pedig nem. Ez kivetülés. Pontosan. Ezek miatt az állandó projekciók miatt, ami minél magasabbra megyünk, annál erősebb ez a projekció, mert annál inkább ugye abszolút és tévedhetetlen vagyok. Tehát ezek a projekciók azok, amelyek a valódi megoldás energiáját elveszik. És az a zennek, és most ugye visszakanyarodunk a meditáció békés és történelem szemléletek fölötti vidékére. Tehát az energiának az a felhasználás, hogy befelé fordítom, és ezt az energiát arra használom, hogy bizony ezt az erős sziklát, ami igazi önvalónk, ezt találjuk meg, hogy az igazság talaján álljunk. Tehát a lényeg tapasztalata, önvalónk tapasztalata, az eredményezi azt, hogy tudatom tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És ebben a tükörben úgy látom a dolgokat, ahogy vannak. Az ég kék, a napszak azt jelenti, hogy alkonyodik, a fű zöld, a fák barnák, és nem sokára rügyeznek. Ha megnézzünk erős projekciókkal élő embert és embereket, még abban sem tudnak egyetérteni, hogy az ég kék, mert az énegem kékebb, mint a tied. Úgyhogy vigyázzál, mert én ezt be is hajtom rajtad. Mindjárt jön az éghatóság. Uh-huh. Jó? Tehát ez egy ilyen mozdulat, kérem szépen, amikor nagyon erős téves nézetekkel élünk. Na, azoknak a kivetülési, kivetítési energiáját lehetőleg fordítsuk vissza magunkba. Szálka és Gerenda, ugye szűnjék meg. És utána magamban keressem ezeknek a kivetüléseknek a forrását. És hogyha megtaláltam őket, akkor a festővásznas hasonlattal élve, szedjem ki már az orromat a saját magam által festett vászomból, lássam meg azt a képet, amit festek, és lehetőleg olyan képet festek, ami nem csak nekem jó.
Mert egyszerre festünk egy hatalmas vásznat ebben az országban, most már 9,6 millióan. Jó? Tehát ez egy nagyon fontos momentum, és ezért köszönöm az igen jó kérdést, mert lelkünk alapjai nélkül nem megy. Mindenki mondhatja, hát ez olyan hosszú ideig tart. Nem volt úgy nagyjából 2,5 ezer évünk rá a történelmi Buddha óta, vagy 2000 év Krisztus óta, vagy jó pár száz év Assisi, Szent Ferenc és Bodhidharma óta, hogy megtartsuk a kelet-nyugat egyensúlyt. Nem volt rá időnk? De valahogy nem fült rá a fogunk itt tömegméretben. Nem elég egy darab Eckhart mester vagy Silesius ahhoz, hogy itt nyarat csináljunk, kérem szépen. A művészet önmagában akármennyi spirituális értéket hordoz nyugaton, nem fogja megoldani. Nincs praxis, nincsen praxis, amit a művészethez hozzá tudnánk tenni. Ugye? Intuitív, de átadhatatlan. Tehát vagy megérzed és művész leszel, vagy pedig szevasz. A te mindennapi életedet, mint traktorszerelő, mint munkás, mint tanító, mint tűzoltó, katona és vadakat terelő juhász, a művész élmény áthatja, de nem születik önálló szellemi gyakorlat belőle. Nem az a dolga. De Európában valahogy az elmúlt olyan 1500 évben főleg a művészet volt az, amelyik ezt a spirituális üzenetközlést elvállalta. Érthető okokba. Mert a tételes vallás a középkor kezdetétől nem volt alkalmas rá. Tapasztaltál, megégettek. Hallgatom. Szeretném tudni, van mestered, vagy van. Mestereid, akik már nem itt a föld, egymás szinten vannak? Persze. Igen. 2004-ben hunyt el Sung Sanzen mester, és ő volt az eredeti tanítóm. Az ő irányításával és tanításával képződtem Koreában 6 éven keresztül, 94 és 2000 között. És ez a 6 éves képzés az ő vezetése és tanítása alatt adja meg annak az alapját, amit most itt csinálok. Igen. És ő elköltözött 2004-ben. És azóta volt kapcsolat? Szüntelen, de most ha azt kérdezed, hogy esetleg álmodok-e vele, vagy valami, vagy megjelenik, tehát semmiféle ilyen nincs, de az, hogy abban a tudat folyamban, azzal az irányvétellel rendelkezni, amit ő tanított, az napról napra megvan. Tehát napról napra tiszteletet adunk az emléke előtt. Igen. Még egy kérdés. Még akár többet is. Miénk az este? Én nagyon tisztelem Müller Pétert, és olvastam tőle, hogy a Latinovicssal volt két interjúja, egy, amikor még Latinovics élt, és az egy, ami miután már eltávozott. És ez van valami hozzászólásod ehhez, hogy ez egészen normális, ha valaki eléri a meditáción keresztül egy bizonyos szintet, hogy így egyszerűen tud kapcsolatot tartani. Hát elolvastam én azokat az interjúkat először. Nem akarok véleményt mondani erről, mert mindenkinek a tudata más. Tehát ebből a szempontból, hogy mennyire tiszta, mennyire érzékeny, pontosan mit fog föl a nem láthatóból, nekem elég a saját házi feladatom ez ügyben. Jó, jó, szívesen. Még egy-két kérdés bárkitől is. Hogyha a tér és az idő csak az anyagi világban léteznek tulajdonképpen. Ups, mit mondtál? Tér és az idő csak az anyagi világban léteznek? Egy kis asztrofizikát kéne most gyorsan a séród alá gyűrni. A világ 5%-a látható. 5. Tehát ez az az összes galaxis meg egyebek, és a legdöbbenetesebb az, hogy a tér az úgy működik, hogy három dimenziót tudunk ebből a testből észrevenni belőle, de még van egy rakás, különben nem jönnek ki az egyenletek. Nem jönnek ki a tömegszámítások, nem jönnek ki a galaxisoknak sem a tágulása, sem az adott fekete lyuk, központi fekete lyuk körüli forgási sebességük, nem jönnek ki. Tehát ha azt mondod, hogy tér és idő, akkor nagyon-nagyon köst fel most a gatyát, mert felküdték a Hubble-t, és mindent hazavágott. Tehát jött az új fizika azzal, hogy olyan megfigyeléseket végeztünk, hogy a tudománynál transzcendensebb dolog most gyakorlatilag nincs. És egyes komoly makrofizikusok ültek le így egymás mellé, és azt mondták, hogy ha ők ezt így egy parkban hallanák valakit, hogy leült mellé, így, te figyelj, hadd beszéljek neked már a térről és az időről, rendőrt hívnának. Tehát egy valami olyan elképesztően felfoghatatlan, ami történik így ilyen nagyon nagy szinten, hogy ennek fényében
fogalmazd meg a kérdésedet. Tehát, hogyha tegyük fel, hogy idő nem létezik más síkon, akkor ahonnan beszálltunk ugyan ebbe a járműbe, amiben most közlekedünk. Igen. Akkor ahova tartunk, nem lehet, hogy már egyszer eljutottunk oda, és ahogy a például Matrixban is benne volt, hogy a döntést már meghoztuk, tehát hogy csak újra kell élni és megérteni, hogy miért hoztuk a döntést. Ez, hogyha ezt a kérdést megválaszoljuk igennel vagy nemmel, mennyit segít ez rajtad? Ez csak egy feltételezés volt, és nem is tudom, milyen kérdést vártam. Szóval... Tehát ez úgy, ha akarom vemmes, akarom nem vemmes. Ez egy ilyen nagyon régi, amikor tehenet vagy lovat vettek a vásáron. Ha akarom vemmes, akarom nem vemmes. Tehát, hogyha ha szeretnéd, akkor lehet olyan idődimenziót definiálni, hogy már eldöntöttük testen kívülről, és össze van állítva, és eldöntöttük, és akkor megszületés, csak meg kell csinálni, és oda jutsz vissza a nem időbe, ahonnan elindult ez a dolog. Na most én sokkal jobban hiszek a tojásos nokedliben. Tehát, érted? Tehát ez nem elég konkrét. Adsz rá egy elméleti választ, gyakorlatilag növelted a gondolat rétegek számát egyel, de előbbre nem jutottál. Tehát valójában mi az, ami az időnek és a térnek a forrása? És annyit elárulok, és azért van helye a kérdésednek, és nagyon jó helye van, mert azért látjuk a teret három dimenzióban, és azért éljük az időt egy dimenzióban, mulandóság, nem tudod visszafordítani, egy idődimenzióban. Mert ebben a testben vagyunk. Ennek a testnek olyan berendezése van, hogy vannak ezek a fizikai érzékszervek, hogy szem, fül, orr, nyelv, tapintás, érintés, mint test. Van az értelem, mint gondolatalkotó, a szív, mint érzelemalkotó. És ennek a berendezésnek az összbenyomása, az összimpressziója az, hogy van három darab tér és egy darab idődimenziónk, slussz. Akármilyen műszerezettséget küldünk oda föl geostacionáris pályára, vagy még kijebb, ugye űrszondák már ugye, naprendszer határán járnak, de a lényeg az, hogy csak a saját tudatunk meghosszabbítása és kiterjesztése, de nem tudunk magunktól annyira elvonatkoztatni, hogy a gondolkodásunktól független műszert gyártsunk, mert a gondolataink csinálják. Tehát a saját tudatunk kiterjesztése és meghosszabbítása ez az egész, és ezért olyan elképesztően nehéz ezt az egyesített nagy elmélet, ez a Grand Unified Theory, azért nehéz ezt összekalapálni, mert ahhoz a saját gondolkodásmódunkat kellene meghaladni, ami most van. Tehát tér és idő azért olyan, mert mi ilyenek vagyunk. És amikor Einstein megállapította, hogy a tér és az idő relatív, szerencsére ezt már több mint 100 éve tudjuk, hogy a tér és az idő relatív, tegyük már hozzá, hogy a tudatunk is relatív, meg a testünk is. És akkor, hogy teljes a kép. És a kettő nem csak, hogy vonatkozik és kapcsolatot tart egymással, hanem egymástól függ, nézzük meg azt, amikor már ugye Heisenbergtől kezdve Schrödingerig megállapították azt, hogy a vizsgáló tudata már befolyásolja a vizsgálat eredményét. Ezt ugye mindenki tudja ebben a teremben. Hát akkor, amikor a jogacsárában azt mondjuk, hogy a tudat teremti az egész világegyetemet, ez olyan messziről jött gondolatnak tűnik. Tehát rengeteg módon megvan ez alapozva, csak ezek az alapok még szét vannak tagolva. Miért? Mert a lelkünkben a tapasztalat nem született meg. Még nem tudjuk összekötni azzal a realitással, amit élünk. Mert nagyon absztrakt és elvont, távoli, nem működő dolognak tűnik, vagy számunkra irrelevánsnak tűnik. Az egészet, ha megnézed, darabjaiban már régóta itt van. Galileónak érdemes volt majdnem arra a sorsa jutni, amint 100 évvel előtte Giordano Brunónak, de szerencsére nem ez történt. Ki tudta mondani a halálos ágyán, hogy és mégis mozog. Tehát tessék megnézni, a vörös eltolódás azért annyira egyenletes az általunk megfigyelt univerzumban, mert minden repül szét. Tehát nem tudja a nem látható vagy sötét anyagnak mondott valami megfogni azt, amit a sötét vagy nem látható energia repít szét. Tehát egyszerűen úgy tágul, egyszerűsítve lufiszerűen a téridő kontinuum, mert még mindig a kérdésedről beszélünk, mert úgy tágul ez a téridő kontinuum, hogy felfoghatatlan. És mégis repül szét, mondanák a mostaniak. Jó? Utolsó kérdés.
Azt szeretném kérdezni, hogy meditáció alatt is ilyen a tudat? Milyen? Relatív? Ja? Vagy hogy ennyit beszél, mint én most? Mert olyat is lehet kérdezni. Tehát a meditáció alatt nem változik meg a tudat, csak a képzetek változnak. Akkor sokkal nagyobb nyugi van. Egyrészt, mert én akkor ugyanúgy elhallgatok, mint mindenki más. Tehát a meditáció az nem egy ilyen vezetett meditáció, hogy és most csukd be a szemed. És érezd azt, hogy a tantien három unnyival a köldök alatt enyhén felforrósodik, és a tengerpartszerű nyugalom állapotába kerülsz. Na, ilyet mi nem csinálunk. Miért? Mert nem korrekt. Nem korrekt. Úgy tűnik, mintha egy speciális állapotba kéne hoznom téged ahhoz, hogy az legyél, aki egyébként is vagy. Tehát ilyet nem. Nem. Nincs rá szükség. Felnőtt vagy, mindenki felnőtt, akkor is, hogyha 12 évesen kezdi ezt el, akkor is, ha már odajött, akkor már agyilag, tudatilag annyira felnőtt. Sokkal jobban tiszteljük az emberek tudati önállóságát sem, hogy bezavarnák. Ha valami olyan merül föl, hogy átkattantál, vagy valami nagyon komoly ugye, tudatváltozás történik, akkor tanítóval interjú, beszélgetés, ami egyébként is van, mert a gyakorlatnak része az a négy szem közti beszélgetés és a zen koanokkal való gyakorlatozás, ez az intuíciódnak a tesztje. Ugye? Tehát a meditáció az teljesen csendes, nyugodt, te belül végzed azt a tudati gyakorlatot, amit kaptál a tanítótól, és szépen tisztogatod magadat. És ebbe senki nem szól bele. És ennek van egy meghatározott formája, amit mindenki egyszerre szépen végez. Ezt meg lehet tanulni, lehet otthon, kis csoportba, nagy csoportba, iskolába, óvodába, bárhol csinálni. És ennek az elvése gyakorlata, hogy te képes vagy a megvilágosodásra, nem tudom neked odaadni, nem is szabad. Ha ez kívülről lenne adható, akkor olyan drágán mérnék, hogy az borzasztó. És akkor eltorzítanák, megmagyaráznák, felszeletelnék, csomagolnák, különböző lejátszókba bekódolnák. Nem lehet. Nem lehet. Tehát azért irányul ennyire egyszerűen és világosan igazi önmagunkra a gyakorlat, mert valójában ezen kívül úgy semmi nincs. Minden más fűrészpor. Tehát azért merünk ide kiállni, és ezt a teljesen ilyen nagyon-nagyon messziről jött dolgot nektek prezentálni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy működik. Aki megpróbálja, és elég kitartó, annak működik. Ha pedig nem, akkor választ valami más választ a kérdésére. De a meditációban a tudat rendkívül egyszerű és tiszta állapotot ér el, azután, hogy lesikálta magáról azt a keményen, vastagon lerakódott guano réteget, amit a saját karmájából odagyártott, és amivel még mindig összetéveszti magát. Na, ez nem kellemes. De a megszabadulás pillanata az nagyon jó. Tehát semmi gond, hogyha a meditációban azt tapasztalod, hogy bizony hámlik le rólad egy csomó minden, és egy pici bőr is vele megy. Nem kellemes, de ott van. És akkor különböző érzelmi meg értelmi reakciók vannak, és ezt mind tudjuk kezelni. Ha már megláttad, akkor az nem tud téged uralni. Jó? Tehát ilyen a meditáció. Tessék. És te már tiszta és szabad vagy? Egészségedem. Teljesen. De jól esett. Egészséged. Köszönöm szépen. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm a kitartó várakozást, amivel ezt az előadást végül is kényszerűen de bevezettük. A megjelenést, az élénk és érdeklődő tekinteteket és a kitűnő kérdéseket. Remélem azt, hogy a nyár folyamán ismételten találkozhatunk akár itt, akár Szegeden, akár Szabadkán. Addig nagyon sokféle módon tarthatjuk azt a szellemi kapcsolatot, amely teljesen közös akaratból jöhet csak létre, és ennek a mikéntjét nagyon szívesen az előadás után majd elmondom. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm.